11-es napirendi ponttal folytatjuk a törésünket a egyebekben. Szeretném kérni a képviselőtestülettől, egy állásfoglalást. Megkaptátok az anyagban, a békehatározatra vonatkozó javaslatot. Aki a határozatot a országgyűlés 2023 határozatát az orosz-ukrán háború egyes évfordulójára meghozott határozatot elfogadja vagy támogatja, azt támogatja, azt kérem kézfeljutással jelezze. Köszönöm, megálltam, hogy a képviselőtestület egyhangulag 7 igen szavazattal támogatta ezt a határozatot. És akkor, ha vannak más egyéb tájékoztató bejelentések, azokat kérem tegyétek meg. Megállsz, hogy most a dolgokról látom, mert jöttem, hogy van mit mondani. Megállsz, hogy így
ami nem a bilógút lenne, addig a bilógút. Addig viszállal valami kerül. De múltkor már arra volt szó, hogy fényig pedig már túl vagyunk. Ez átért, az átért, nem mondod soha. Ez a baj, hogy csak fényig mentünk. Mert úgy látom, hogy az a fajta, amit azt gondoltunk, hogy itt ezt meg lehet csinálni hamarabb is, de látom, hogy az elmúlt 15 vagy 20 év, vagy nem tudom, amióta nem sikerült ezt rendbe rakni, az azért van, mert azok, akik ezzel foglalkoznak, azok nem állnak a helyzet magaslatban. De most fogunk rá mit csinálni. Hát nem tudjuk rá mit csinálni. Mi a baj, de ki kell megkeresni, hova kell elindulni, hol tart ez most? Hát az a baj, hogy ezzel a dologgal elindultunk, ez a dolog ez odáig jutott a tervező, vagy milyen mondja, hogy hívják, Bolyán Sanyi bácsi, ragíztuk rá az ügyet, mivel hogy ő már 30 éve benne van a történetben, és azt hittük, hogy ő jobban átlátja ezt a dolgot. Odáig eljutottunk, hogy ő ezt fölmérte, mert ugye ami a lényeg, hogy az út az nem ott van, ahol elég kellene, de ugye emiatt a tulajdonosok, akiknek a földjén megy az út, meg nem megy az út, mert éppen nem oda, ezekkel a birtokosokkal, vagy ezekkel a földtulajdonosokkal ugye kell egy olyan megállapodást kötni, hogy ha most ez itt megy, akkor ebből elvettünk ennyit, itt hozzá kell tenni, tehát minden egyes gazdával meg kell egyeznünk, amihez ki kell mérni azt, hogy az út az hol megy, melyik területről mennyit veszel, mennyit veszel. És akkor ezt meg? Ez ott áll jelen pillanatban a Sanyi bácsi tájékoztatása szerint, hogy ő ezt a földhivatalhoz leadta ezt a, nem tudom, minek mondják, ezt a változási vázrajzot, vagy ezeket a földhivatalnál valami miatt még nem sikerült ezt a dolgot rendbe tenni. És most azt ígérte nekem a Sanyi bácsi. De menjünk a polgármesterhez, hogy bemegyünk a főhivatalba, azt akkor mondjuk, hogy miért nem csinálják, hogy mondjuk a kormányhivatalba miért nem csinálják. A legutóbb, amikor beszéltem Sanyi bácsival, akkor azt mondta, hogy a főhivataltól visszakapta ezt a dokumentációt, és át kell dolgoznia, és most ezt tartja. És nem mit volt? Hát mit tudom még, hogy volt. Egy hónappal ezt. Nem tudom, hogy ki jön, hogy ilyet nem tudja csinálni. Valahogy a fölvétőt, az olyan
Ez kormányzatban biztos meg tudják mondani a földtől azt, hogy mostanában kik vagyok a szakemberek, akik bejelentik és hírekkel foglalkoznak. Tehát, hogy én értem, hogy Sanyi bácsi tud mindent, oké, csak pörgetni kell, mert neki eddig ráérnek, akkor rá fog foglalkozni. Hát, nem tudok vele mit csinálni, szoktathatom hetente, attól még a rajz nem fog elkészülni. Na hát ez az, hát most valaki, most beállítanak is vele a földtudatnak, hogy ez egy utána jár, hogy ki jön, hogy mit csinálni. Jó, az egy rény válasz. Már még is jelentem, hogy én valamikor végültem, hogy újra jöttem, nem tudtam, hogy meg kell menni, de most már a harmadat, az szigorúan meg kell tartani, de nem érsz meg tőle. Thank you.
csak mondom, hogy tehát hogy persze, de nem. Na, itt első fogod esélyből, így csúd lesz. Vagy azt lehet megoldani, hogy egyszer leállni egy gépbe, és utána megbízni egy céget is folyamatosan tartsa valaha, mert már ilyen, hogy úgy azt lehet, hogy ilyen gép, az nem vágja. Tehát, hogy a felhasználás, amikor az internet, hogy itt van gép? És egyébként, ha most bocsánat, most, hogyha most a biciklutat vágják, szerintem a biciklut is ma remélem be lesz. Ez most nem, de most arra beszélt, hogy jövő lesz, mert sok. Nem érsz sehova se végig most a biciklutat. Nem érsz, ami egy szerintem, amire befejezed az egyiket, akkor hát megkezdődik előre. Hát ez a másikat. És a gép, tehát hogyha az önkormányzat jelent egy gépbe, és akkor azokra a napokra van idehívva valaki, és igazítják, azt akkor mit tudom, hogy két-három nap alatt az megvan, az még céges áron is, mit tudom, hogy 200 000 forintból, vagy nem tudom, mennyi rágják, pontosan ki. Az a törvése nem jövőkövesre vele magát. Csak, de hogyha már az önkormányzat tudom, hogy ki tud gépvel. Na jó, hogy is gép, hát az egy kis új gép. Amit ki tud gépvel csinálni, akkor ezek legyen, vagy nem tudom, hogy ki meg kell jönni. Azt úgy összehangolni, csak valaki, amikor megjelenik, és akkor úgy csak legyen ezt kell várni. Mert akkor már nincsen valaki, amikor oldod a hivatalgépét. Az lesz a nevezetű baj, hogy a területek befognak máshoz. Pontosan. És azt a kriában népre a gépről, elsősorban is mondod, már kell népre vagyunk bele a dolgot. Hát az jó. Két ember, mert ilyen fontosok az munkások, kísérlet is van kell. És sehol utána sehol. Most már keresztül. Mennyi most jövő kísérlet? Sehol, mi? Most tudom, hogy a kérdőt, hogy
nézett, ahol van, hogy 30-35. Na 30-35, 20 mikor. Valahogy igen, erről lesz 20 mikor. Hát ne csak a sík, a sík. A sík, de sík, a sík. Hát ott van, az ebben van, régi szokatlanosztat. De vagyok, akkor egy átmutat a rupára. Nem tudjuk, hogy milyen vélem a válasz. Thank you.
tudom azt mondani, hogy, hogy az a fasorat úgy látom néhány embernek, hogy nagyon nem, nem jön be. Meg lehet csinálni, ki kell vágni az egészet, aztán nem lesz vele gond. Mert higgyétek el, hogy az, hogy a lakosnak ott ezzel gondja van, mindig el szoktam mondani, hogy amikor oda költözött, látta, hogy hol költözött. Látta, hogy ott van egy fasor, tudhattam, hogy az a fasor a szemetelni fog. Az, hogy most benőtt meg bányékol, ez nyilván ez egy másik történet. Ezt elmondtam már az ott élőknek is, meg a lakosnak is, hogy nyilván ezek a fák nőnek, ha annyira zavaró, hogy mondjuk benyúlik egy ág is rálóva a fejére, amikor bemegy a járdán, akkor azt vágja vissza, azt nyilván meg lehet csinálni. Az, hogy most azokat a fákat felnyesegetnék azért, hogy besüssön a nap, meg nem tudom, hogy ányékolja be a kialakított kis kertet, meg lehet, csak akkor annak a fasornak előbb-utóbb, hogy ez a fasor az elveszti azt a funkcióját, ami, meg hogy fog az kinézni. Tehát most, ha mindenki egyénileg hozzá fog nyúlni és fölnyesegeti, akkor az egy történet. Én beszélgettünk róla itt a hivatalban, ősszel föl fogunk kérni egy kertészt, vagy egy szakembert, hogy nézze meg azt a fasort, egy javaslatot arra, hogy azokkal a fákkal mit lehet kezdeni, és akkor meg fogjuk ezeket a lépéseket tenni. De nem tudok ettől jobbat. Az, hogy szemetel, azt tudjuk, meg látjuk, hogy itt is szemetel. Az, hogy mit és hogyan kell ezt takarítani most erre, meg megint vagy ne kezdjek már el példálózni arról, hogy elméletileg a közterületet, a maga útvara előtt, vagy a maga kerítés előtt, vagy kapuj előtt mindenkinek meg kéne kormányi rendbe tartani. Legyen az az állók, legyen az a járva. Most valahol ez sikerül, valahol nem sikerül. A gyár utcán, vagy azon a gyártelep utcán összeszokták szedni a lakosok, vagy összeszokták kaparlatni a fa levelet, meg a szemetet, vagy nem a szemetet, hanem amit a fa fára lejön. Azt összeszedik nagy zsákba, vagy nem zsákba, azt el szoktuk onnan hozni, hogyha összegyűlik. Nem tudom, tehát azért nem akarok semmi olyat mondani, ami valakinek bántó lehet, mert nem tudom, tehát mindenkinek van a kapu előtt mit csinálni. Most ott az egy kicsivel több valószínűleg, mert ha a fal elé lehúlik, akkor az ott baj. Tehát el kell dönteni, vagy ősszel, akkor ha meg fogjuk nézetni, meg akkor döntse el, hogy az a fa kell, vagy nem kell oda az a fasor például. Mert a lakosok egy része azt mondja, hogy nem kell, a másik része azt mondja, hogy kell. Most a kényben van a fasor. Kívánjuk, hogy az utca is sose volt. Nem szabad. Szeretve. Nem tudják, hogy megbenteni egy kicsit. Azért mondom, hogy megbenteni. De most ezt már beszéltünk róla, éppen abból kifolyólag, hogy vannak akik megmetszik, meg megfoglányolnak, mert az, hogy belóga baj, az zavarja, az, hogy eddig ér a papír, hogy tudom, az nem zavarja. Úgyhogy nyilván vannak erre mindenféle. Persze, van, aki hozzányúl. Na most, az, hogy nincs kellően takarítva, az meg megint csak visszakanyagodva annyit, hogy van ott ugye közmunkás, aki összeszokta, hogy amennyire lehet, hogy takarít, meg csinálja ezeket a dolgokat. Nyilván egy ember azt se tudja, mert más dolga is van, tehát mindig nem fogja. De hát most akkor minden nap lehet, mert ha most lehúdik két levél, meg három virág, akkor most mindig fogják a barbarni, és sem követni. Micsoda? Igen, mert akkor megleveli a szél, ugyanúgy a gajokat, megleveli a virágot, megleveli. Megint például, amikor volt az a nagy eső, tehát arra is megállt mondjuk a víz az úton, ott a gyártelepen, azért, mert ez a törmelék, vagy ez a virág, vagy levél, vagy nem tudom, behordja a lefolyót, és megint nem megbánta senkit, mert nyilván mai világban már mindenki annyira kényelmes, hogy sokkal könnyebb fölvenni a telefont és felhívni a hivatalt vagy a polgármestert, hogy nem folyik le a víz, mint hogy kimenni mondjuk egy cipőből vagy egy gyújtsizsmából, oda menni ahhoz a nyomorú
lefolyóhoz, azt egy cseppűvel elhúzom a falevet, az érdekes módon rögtön lement a víz. Mert amikor volt az a nagy eső, és állt a víz egyik oldaltól a másikig, igen, mert hirtelen nagyon sok víz jött, én is oda mentem, megnéztem, hogy mi lehet a probléma. Egyetlen egy probléma volt az, hogy a falevejétől elvonult ez a rács, belemásztam a vízbe, elhúztam a lábommal a rács elől a levelet, azt lefolyt a víz, semmi perc alatt. De a lakos intálló a kényelmes szobába fölhívta a polgármestert, hogy ám én... Akkor jó.
Én sem tudok mit csinálni, hogy nekem az azon az a karakterben az. De az, hogy a kert végére a betonpalán kívüli kihagyásokat a szemetet onnan, meg ott össze-vissza jelentőség a szemetet, a mondani is.
Igen, de eddig még nem értékesítettünk belőle. Persze. Úgyhogy ezt nem tudom, igen, hogy erre van egyáltalán lehetőség, vagy mód, vagy szándéka a képviselő testületnek. Hát ezt értem magadat, hogy bányára kell foglalkozni. Én most oké, azért nem tudom, hogy a feleségek a legjobb, és meg nem tudom, kit kérdeztem meg, hanem azért kérdeztem meg valamelyik polgármestert, hogy láttam, hogy hol járt. De ahol meg volt, meg ahol volt, hogy hol járt, és mondtam, hogy egyébként megérte. Hogy csak ide volt, hogy járt, aztán állt, ilyen kukatok van, és nem tudom, hogy elkezd. Amit mondom, majd valami, amit majd kereszt kezelni. Tehát kereszt kezelni. Most az is pénzbe kerül, hogy azt kell, ezt kezelni, mert az is pénzbe kerül, hogy járt, kikerüljük. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt és a megjelenést.